Köszöntöm Önöket! A nagy hét második napján megpróbálunk néhány megfontolandó tanácsot adni arra vonatkozóan, hogy miként készüljön együtt a család a húsvéti ünnepekre. Annak érdekében, hogy ez az időszak, ha lehet, egy kicsit különbözzön a megszokott hétköznapoktól. Pihentető, örömteli, bensőséges legyen. Emellett az ünnepi asztalt is megterítjük, és javaslatot kérünk arra vonatkozóan, hogy mi kerüljön rá. Elkészítjük a húsvéti sonkát, de ötleteket adunk a lakás dekorálásához is. Színes témákkal készültünk ma is. Ne hagyják ki! Már javában zajlik a nagy hét, számtalan kisebb-nagyobb teendő szerepel mindenkinek a listáján. Takarítás, bevásárlás, főzés, sütés, tojásfestés, és hosszasan sorolhatnánk a húsvét előtti időszak teendőit. De hogyan legyen úgy együtt a család, hogy átélje, érezze, hogy ünnep közeleg, hogy most a lelki feltöltődés, a lassítás ideje van. Hogyan vonjuk be a gyerekeket mindebbe? Hogyan kerüljük azt el, hogy ne csak a rohanást, a kapkodást érzékeljük az egészből, hanem ünnep legyen ez a család minden tagjának, felnőtteknek és gyermekeknek is. Vendégünk a stúdióban Szijjártó Adrien, pszichológus. Jó estét kívánok, köszöntelek a műsorban. Köszöntöm a hallgatókat, szervusz. Talán ez az az időszak, a nagy hét napjai, amelyek a legpörgősebbek. Ilyenkor mindenki az ünnepre készül, nagy a rohanás, pedig ez a hét éppen az elcsendesedésről, a lassításról, a befele fordulásról kellene szóljon. Hogyan lehet mégis ilyen körülmények között együtt a család? Hogyan szállhatunk ki, léphetünk ki a mókus kerékből, lassíthatunk és tölthetünk minél több időt a családban? Igen, ez minden egyes ünnep előtt felmerül napjainkban is, elég valószínű régebb sem volt másképp, hogy hogyan lehet ezt együtt családként megélni. A gyerekekkel talán segítenek az iskolai rítusok, és talán itt mondtam is egy kulcs szót, hogy a rítusok. Segíti a családot az, hogyha van már egy jó kis szokáskör, amit követni tud. Van egy, hogyan csináltuk régebb. Ennek csapdái is vannak, mert hogy egy család, ugye egy nő és egy férfi, ahogyan amit hoznak a saját családjukból, és azt kell valahogy egyé gyúrják. És akkor nagyon-nagyon kérdéses, hogy hogyan lesz ebből a enyém, nálunk is szoktákból, hogyan lesz egy közös családi ritus. És ebben a ritusban talán beletehetjük azt is, ami napjainkban annyira hiányzik, hogy lassabban éljük ezt meg, együtt éljük ezt meg, ami régebb annyira magától értetődő volt, azt most mi meg kell teremtsük saját magunknak. A családon múlik, a családtól függ, hogy fontos-e ez. Régebb látták ezt a saját családjukban, hogy ez a hét, a nagy hét talán erről szólt. Ezek nagy kérdések, mindenki fel kell tennie magának. Ugye ez egy vallásos ünnepkör, nagy kérdés, hogy a hívő, nem hívő családok hogyan élik meg ugyanezt a lelassulást. A gyerekek valahogyan ők várják az ünnepeket. A nem hívő családokban is a gyerekek hoznak valamit az iskolából, hallják, hogy mások hogyan szokták. Lehet, ők is megkérdik, amit jelent a nagy csütörtök. De ugyanúgy, mint általában, például a karácsony előtt van az advent, a húsvét előtt is itt van a nagybőjt időszaka, ami valahogyan rákészít, ahogy a karácsonyra készít az advent, a nagybőjt készít a húsvétre. Ez az az időszak, amikor készülni tudunk. És akkor kérdés, hogy milyen családi szokásaink vannak, hogyan szoktuk mi ezt családként régebb csinálni, és mi az, ami ebből az új párát tud emelni a saját családjában, és magukévá téve a különböző szokások, családi szokások mellett ott van azonban a megfelelési kényszer is. Mennyire ronthat a helyzeten ez? Jaj, az nagyon. Mert nagyon sok mindent teszünk, annak érdekében igaz, hogy a külvilág irányában bizonyos elvárásoknak megfeleljünk. A külvilág irányában, de ugye az ugyanúgy a családdal is érvényes, hogy ugye kérdés, hogy a tiszta ablak, vagy a nagy takarítás, az hozzátartozik-e az ünnephez. Karácsonykor tudjuk azt mondani, hogy Jézus is tálóba született, nem tudom most mi az, amit tudunk mondani magunknak, hogy megnyugodjunk akár. Fel lehet osztani ezeket a feladatokat, talán az is segít a lelassulásban, hogyha együtt családként éljük ezt meg, nem csak akár a feleség feladata, ez a nagy takarítós történet, hanem be lehet vonni a házas társat is, illetve a gyerekeknek is tudunk ebbe a munkát adni. Akár lakás díszítése, akár a nagy takarítás. Ugye, igen, nagyon sok feladat van.
ilyen a bevásárlás, a sütés-főzés, a nagy takarítás, a dekorálás, a piros tojásfestés, meg annyi feladat, ezek közül, vagy ezek között pontosabban vannak nem szeretett teendők is. Hogyan tudjuk ezeket a feladatokat mégis úgy leosztani, hogy senki ne sértődjön meg? Például azért, hogy minden az ő nyakába szakadt, vagy azért, mert úgy érzi, hogy mellőzve van? Kérdés, hogy miért csináljuk ezeket a feladatokat? Azért, mert hisszük azt, hogy ez nekünk jó családként, előbbre visz, hisszük azt, hogy példát tudunk ezzel mutatni a gyerekeknek, vagy nagymamánk is megcsinálta, anyukánk is ezt tanította, otthon is ezt láttuk, és akkor ezt így illik. Mert hogy itt az illiket, vagy a kelt, ha kivesszük az egyenletből, akkor azért csináljuk, mert egy tiszta lakásban jobban érezzük magunkat, azért télután szeretünk kilátni az ablakon, vagy keresztül látni, most a tél az ugye relatív lett ismét. És ha ezért csináljuk, akkor talán tudjuk együtt csinálni, és le tudjuk osztani a feladatokat, és nincsen szó sértődöttségről, vagy sértődésről. Hogyan lehet összekötni a nem szeretem tevékenységek során a kellemeset a hasznossal például? Jó, ha tudjuk. Ismét ez a fontosság, hogy tudjuk, hogy miért csináljuk. Tehát vannak dolgok, amiket megteszek, kellemetlen, nem szeretem, de tudom, értem a lényegét, és akkor tudom, hogy meg kell tennem. Azért, mert számomra ez fontos, és talán itt akkor tudjuk mellőzni azokat a dolgokat, amik nem fontosak. Ez a tavaszi nagy takarítás ugye összekapcsolódik valahogyan a húsvét előtti történettel. Lehet, hogy nem fog senki benézni abba a fiókba, és hogyha nagyon nem akarok abba a fiókba is rendet csinálni, csak azért, mert most van a tavaszi nagy takarítás, vagy most viszik el a lomot, vagy nem tudom, akkor talán hagyhatom azt az egy fiókot. Mert hogy nem erről szól az ünnep. Ugyan. Ez a kinti takarítás valahogy egy ilyen benti takarításnak, vagy egy benti rendben létnek is tud lenni a nagyon kivetülése. Úgyhogy nagyon-nagyon görcsösen ragaszkodom erre, a kint-kint nagyon rend legyen. Nagy a kérdés, hogy mi az, ami rendben kell legyen, hol nem érzem valójában ezt a rendet. És lehet, hogy egy belső rákészülődéssel, ráhangolódással, takarítással kellene ezt az egészet kezdeni. Amúgy van, aki azt mondja, hogy a tavaszi nagy takarítás az egyben lélektisztító tevékenység is, de ez talán egy egész műsort megérne ez a kérdés. Hogyan tudjuk bevonni a gyerekeket az ünnepi készülődésbe? Milyen kreatív programokkal tudjuk a figyelmüket elnyerni? Ez a lakásdíszítés, ez nagyon érdekes tud lenni fiúskáknak is, lányoknak is akár. Tud ennek mindenféle vagdosós, színezős története lenni, akár a közös vásárlások során, ugye kislányos családoknál teljesen másfajta készülődés van ez maga után, a fiúcskáknál akár a locsolóvers tanulása ott, ahol ez a része is hozzátartozik az ünnepnek. Én azt gondolom, hogy ők, hogyha a mindennapi tevékenység mellett, tehát ha látják, hogy mi az, amit mi csinálunk, és ők mellettünk nőnek fel, nem azt mondjuk, hogy ti mehetek a szobátokba, mert mi takarítunk, hanem valahogyan ezt együtt csináljuk, akkor az, hogy bevonni, az már nem is kérdéses, mert hát benne vannak, ott vannak. Amúgy akár generációs különbségek is lehetnek ezen a területen. Lehet, hogy az idősebb generáció másképpen készül az ünnepekre, másképpen hangolódik, a fiatalabbak pedig elengednek bizonyos dolgokat. Nem olyan fontos annyira aprólékosan már esetükben elvégezni bizonyos teendőket. Szülhet-e ez konfliktust? Hiszen ha igen, akkor ez akár az ünnepre is rányomhatja a bélyegét. Jó lenne, hogyha harmonikusan tudnánk leülni egy vasárnapi ebédhez, viszont ez a harmónia nem rögtön az ünnepek előtt kellene megszülessen, hanem jó lenne, hogyha már ez előtte megvalósulhatna, mert amennyiben az ünnepek előtti feszültség ott van, az rá fogja nyomni a bélyegét egy vasárnapi ebédre. Amennyiben generációk élnek együtt, jó, hogyha a mi szabály az együtt történik. Amennyiben nem élnek együtt a generációk, hát nem gondolom, hogy anyós ki fogja nyitni a mennynél a fiókot. Remélem, hogy nem fogja kinyitni a mennynél a fiókot. Jó, ha az idősebb generáció is tudja, hogy határok vannak egy ponton, tehát az a család, az egy másik család, ők ahogyan teszik, az úgy jó nekik. Amennyiben együttélés történik, igen, ott nagyon érdekes tud ez a történet lenni. De mennyire jó lenne, ha tényleg feszültségmentesen lehetne leülni ahhoz a vasárnapi ebédhez, de ide tényleg nagyon fontos akár a rákészülődés, az elengedés, a megbocsájtás, talán ugye erről is szól egy kicsit a húsvét, feláldozni valamit, kompromisszumokat kötni, elengedni, talán ez az egész húsvéti ünnepkörnek a szavai tudnak lenni. Hogyan tegyük túl magunkat azon, ha valamit nagyon-nagyon szeretnénk, de mégsem tudjuk elvégezni, mondjuk időhiány miatt? Egyszerűen vannak dolgok, amiket el kell engedni. Tehát megint a nagy kérdés, hogy mi az igazán fontos. Ha nem tudtuk elintézni azért, mert nem volt rá időnk, miért nem volt rá időnk? A prioritizálással mi történt? Ugye azt szokták mondani, hogy arra van időnk, amire időt szakítunk.
Lehet, hogy az mégsem volt annyira fontos, hanem van ott egy kell, vagy ez a megfelelési vágy egy ponton benne. El kell engedni dolgokat, mert ettől tud igazán feszültségmentes lenni az ünnep. Az, hogy együtt van a család, ha együtt tud lenni a család, az, hogy a gyerekek ott vannak velünk, ez tud talán meghitlenni bensőséges, nem biztos, hogy kell a óriási nagy rend körülötte, elég, ha bent az van. És végezetül nagyon röviden, mi az, amit mindenképpen magunkkal kellene vigyünk ebből a húsvéti felkészülési időszakból az ünnep utáni időszakra? Hát ugye, hogy nem egy nap az ünnep, ezt úgy szokták mondogatni, meg dalok is készültek ebből, tehát talán ezt az ünnepi hangulatot, hogy jó, hogyha tudunk kiszakítani napokat az évben, amikor kicsit mások, de hogy talán ezt az együttlét, örömét, az örömöt, a megbékélést, a csendet, a lelki békét, talán ezt tovább. Így legyen. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm én is.